létrejön a MDF-nek a új elnöksége, van egy új elnökem, 1989. októberében járunk, és ezek a hetekkel párhuzamosan ugye a Szabad Demokraták Szövetsége a ellenzéki kerekasztal megállapodásának az aláírásakor, azzal együtt, hogy jelezték, hogy nem vétóznak, de nem írják alá, bejelentették, hogy népszavazást kezdeményeznek. A nemzeti kerekasztal. Nemzeti kerekasztal, elnézést, hogy népszavazást kezdeményeznek, ami nagyjából az idő, ugyanebben az időszakban zajlik ennek az összegyűjtése. Úgyhogy gyakorlatilag az új vezetőségnek néhány héten belül döntenie kell azzal kapcsolatban, hogy akkor igen, nem, vagy mit mond. Milyen alternatívák tűntek föl akkor a MDF vezetősége számára? Mit lehet erre mondani? Ugye vissza kell mennünk egy kicsit. Vissza kell menni a nyárra, amikor elkezdődnek a tárgyalások. És valamikor Antal József az MDF elnökségét... Nem is kell meggyőznie, csak legalább mondani valamit, milyen irányba megyünk. Egy arra biztatja, vagy arra vezeti, hogy egy csomagról tárgyaljunk. Olyan, mert ugye korábban megpróbálta a MSZMP, még MSZMP-ként egyenként megállapodásra biztatni ezeket a különféle szervezeteket. Tehát túl azon, hogy poolban legyünk, ezen kívül pedig amiket kérünk, az a csomag legyen, és ennek a fókuszában a szabad választások legyenek, és Antal fejében nem egy prezidenciális, hanem egy parlamentális rendszer volt, és mindent erre tárgyalt. Ebből a szempontból, amikor azt látta, hogy mennyire ragaszkodnak mondjuk a MSZP-sek azért arra, hogy közvetlen köztársasági elnök választás legyen, ez Antalnak az volt a válasza, hogy lesz egy ilyen formális, a politikai életben döntésekkel nem rendelkező köztársasági formáció, és az is csak egyszer lesz. Mármint, hogy, mert legitimáció az igazi kérdés, hogy ha, mert nem lehet másként legitimálni, csak választásokkal, hogyha a ragaszkodás az, mert ez a feltétele a szabad választásoknak, hát amikor tárgyalsz, akkor az a jó eredmény, amikor mindenki nagyon elégedetlen. Az valószínűleg a középút. Ezt Antal nagyon-nagyon jól csinálta. És így azt tudom mondani, hogy Antal Józsefnek ezekre a kérdésekre vagy már a szívében régen megszülettek, vagy a helyzeteket nagyon rövid idő alatt fel tudta dolgozni, és valós alternatívát tudott kínálni. A négyigenes, tehát megtörténik az aláírás. Na, ha valamikor volt ilyen, hogy mondjam, emocionális kitörés, nem akkor, mikor a kongresszus volt, hanem ennek kapcsán volt egy emocionális, nagyon megrázó élménye az MDF vezetésének, mert magát ezt, hogy ez a két szervezet, illetve több szervezet nem írta alá, de azok közül kettő, ugye az SZDSZ és a Fidesz volt, amely számított, ezt az érzelemmel teli írók és drámaírók, és nem tudom micsoda, ezt úgy élték meg, hogy elárultak bennünket, ott voltak velünk végig, miért nem, és most miért tolnak ki velünk. És ez a, hogy mondjam, düh és csalódás, tulajdonképpen ez hozott egy rendkívül rossz döntést az MDF vezetése részéről, mert ennél rosszabbat nem dönthetett volna az MDF elnöksége. Emlékeim szerint Antal nem volt ott egyébként, úgy emlékszem a döntésnél, amikor után Csengely kiállt este, és mondta, hogy nem megyünk el. Hogy miért rossz volt ez a döntés? Nyilván ez a kérdés, hogy de még nem. Több kérdés is fölmerül. Egyrészt, hogy miért rossz ez a döntés, másrészt, hogy ha elhangzott korábban, hogy Antalnak volt elképzelése, miközben lehet, hogy a vezetőség többségének vagy többi tagjának annyira különösebben nem volt pontos elképzelése, nem tudták, hogy miután milyen lépés lehet megtenni. Ezek után nem furcsa az, hogy van egy vezetőség, és a vezető nincs ott, és nélküle hoznak egy döntést? Hát ugye valószínűleg kim volt Németországban, vagy már nem emlékszem, hogy hol volt. Tehát nem azért született meg a döntés, mert hogy Antal nem... Tehát ott a háta mögött született, nem így van. Nem erre utalok, csak hogyha van egy folyamat, hónapok óta van valaki, akinek van elképzelése a világ dolgairól, és tudja, hogy mit kell A után tenni, ő pont nincs ott, akkor nem biztos, hogy a többieknek jó, hogyha meghoznak egy döntést. Hát ugye itt jön be az érzelmi szál, amikor a Csák András dühös lesz,
én elmegyek hozzá a Ceglédre ez ügyben magyarázkodni, akkor úgy el tudom képzelni, hogy megnyúz és kiteríti a bőrömet a kerítése, ez nem történt meg. Tehát itt nem egy politikai véggondolás, nem a vezető megkérdezése, nem egy kiszámított, hogy mit miért csinálunk döntés volt, hanem egy érzelmi reakció a megcsalásra. Én magam így írtam le. No most akkor miért mondom azt, hogy rossz döntés? Szóval ez én fejemben, és ezt magyarázhattam, mikor én sem értettem bele egyet, de azért elmentem becsülettel. Szóval az első, ami engem nagyon zavart ebben a döntésben, hogyha mi szabad választásokat akarunk, és itt van az első szabad választás lehetőség egy népszavazás formájában, miért mondjuk ezt? Mit ártunk a népléleknek azzal, hogy azt mondjuk, hogy gyerekek, ez nem egy lényeges dolog, nem megyünk el, nem fontos. Tehát az egész változás hitelét abban az értelemben csorbította a mi magatartásunk és döntésünk, hogy ez egy alkalom lehetett volna, hogy egy picit a magyar közösség katarzisként, sajátjaként éli meg a változást. Ugye ezt elvettük tőle. Kettő, még mindig nem a politikai sakjátszma, hanem ilyen néplélek téma, erősítettük ezzel a döntéssel azt, az érzését az embereknek, hogy már megint csinálnak valamit rajtunk, fejöttünk, velünk. Mert nem érthették meg azokat a szempontokat, ugye, és ráadásul a nemzeti kerekasztalnak az ügyei sem voltak eléggé publikusak. És nem volt eléggé elmagyarázva, nem tudta, nem volt sajtó természetesen, ez eddig benne van, de ez alkalmat teremtett volna. És volt egy harmadik, ami ugye politikailag ez egy mindenkinek, mármint az ellenzék egészének egy jó lépés volt, hiszen a tárgyalásokból kényszerből ment bele az ellenzék abba, hogy jó, egy gyenge köztársaság elnök, de legyen megválasztva előtte, mert hát nem lehetett másként megegyezni. Itt pedig ugye még azt is fölvetették bizonyos emberek, hogy tyú, hogy ezt milyen zseniálisan összesakkoztátok ti az SZDSZ-esekkel, hogy ők ezt csinálják, ti meg azt. Szó se volt ilyenről, de egyébként összességében politikailag nagyon jól jött ki a dolog, mert az MDF-nek nem kellett meghazudtalni az ígéreteit, bejött egy új szempont, nyugodtan akár amellé is állhatott volna, hogy igen, de nem áll mellé, legalább annyit kellett volna mondani, gyertek el, szavazatok lelkiismeretetek szerint. Szóval néplélki szempontból, és a politikai konkrét lépések szempontjából is, igen, hiányzott a vezető. Szóval ez az, amikor a rendező nincs ott, és a színészek még mindegyik eljátsza a maga éppen magára gondolt szerepét, és akkor kijön belőle egy rossz darab. Tehát én ezt a fordulatot, és aztán az MDF szempontjából pedig katasztrófa idézőjelben, hisz az MDF addig egy nagyon-nagyon erős várományosa lehetett nagy többséggel a nyerésnek, és ez az egy dolog felhozta az SZDSZ-t majdnem ugyanarra a szinten, mint az MDF, mert hát őnekik volt egy jó kommunikációk, nekünk meg nem volt jó kommunikációnk, az emberek még nem hülyék, pontosan tudták, és érzékelték, hogy ez bizony rossz döntés volt, barátom. Azoknak meg a kampánya olyan mértékben erősödött fel, hogy senki nem gondolta, hogy az SZDSZ az fel tud jönni idáig, addig, amíg ez nem történt. Tehát teljesen elhibáztuk, ezt akarom mondani.